Sokszor hamis volt, mert mindig nagyon-nagyon nehéz volt. Az X-faktor a zsűrinek is tudott az összes haja, olyan hamisan énekelt, de azok sok szerencsét nem próbálkozó ezt a dalt az NTV stúdióban. De ekkor berobbant, azaz ász, kit úgy hívtak, Takács Nikolász, és megmentettek, halleluja, 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 halleluja. Így jelentettük be, sok évvel ezelőtt reggel korán 6 óra 20 perc koncertet múlva a Takács Nikolász volt, és akkor még a lehőzés is csinált a hajamat, de mindegy, akkor tudjuk mondani. Halleluja, halleluja. Nem bírtam kihagyni. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, a jó Isten megadta azt nekünk, hogy egy éve körülbelül 150-160-szor álljunk színpadon, és hát ezért az utóbbi időkben, elmúlt 3-4 éve kicsit néha elkanyarodunk a bordaloktól, de aztán mindig visszatalálunk. Ugye a következő dal is egy bordal lesz, egy saját kezüleg írt, szövegügyileg is, meg zeneügyileg is, egy saját bordal. Aminek az érdekessége az, hogy megint felteszek egy kérdést, mert láttam a sok irigy tekintetet a Vivat Bacchus hűtőmágnes hallatán és láttán. Szóval, jelentkezéssel meg tudja nekem mondani azt valaki, hogy idén ki az a borász, vagy ha nem tudjuk a nevét, akkor melyik borvidékről származik az a borász, aki évborász a megtisztelő címet kapott, látom már a jelentkező hölgyet. Határeset. Hát, ott a fiatal jó válasz. A két hölgynek adunk két hűtőmágnest a bátorság miatt, de a helyes választ itt az úr kapta, úr adta. Ács Károly a Tokaji borvidékről az idei év borásza. Különbséget is teszünk, mert a két hölgy kap két Vivat Bacchus hűtőmágnes lightot. Igen, az úr pedig egy extrém nagy hűtőmágnest. Tegyük föl, legyünk szélesen a kezeket, ott a hölgy, itt a hölgy, és itt az úr a helyes válaszsal. És mit kap az úr, Peti? Mit mondtál? Mi az? Egy hűtőmágnes, extrém hűtőmágnes. Van extrém hűtőmágnesünk? Igen. Hát ez nagyon jó. Kiosztjuk az összes hűtőmágnes. Nekem sincs. Nekem sincs. Nekem nincs. Megkapta. És most egy olyan dal következik, amelyben Bognár Szabolcs nem énekel. Hölgyeim és uraim! Következő dalt azért írtuk, mert ezt a dalt kifizették. A Tokaji borvidék kért tőlünk egy dalt, és ez a Tokaji borvidékről szól. A dalnak az érdekessége, hogy abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy múlt vasárnap az év borásza gála ebéden nem csak Ács Károlynak, hanem az őt megtisztelő Áder János köztársasági elnök úrnak is előadhattuk eme dalunkat. Ez következik most. Látszik Bognár Szabolcs nélkül. Ebben a dalban segítségünkre van új tagunk és dobfelszerelésünk. Kőszegi Toci Sámuel.